tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. A remény olyan, mint a nap. Ha csak akkor hiszel benne, amikor látod is, nem éled túl az éjszakát. Leia Organa. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. A nevem Sam. White Sam. Igazából Áron vagyok, viszont ez itt tényleg az ENTV.hu mozis kibeszélő podcastje, a White Sam új évi adása. A Skywalker kora című 9. Star Wars filmet, egyben a tripla trilógia utolsó epizódját White Sam-ű kritikusaink Csaba, Magdi és Ádám beszéli ki. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a White Sam podcast 3. adása. Ismét egy felejthetetlen filmélményen vagyunk túl, így 24 órával a mozi után, Magdival és Ádámmal. Szervusztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! És Ádám, te meglehetősen le vagy robbanva. Mi pontosan a probléma, ez az influenza járvány kapott el, vagy? Hát én szerintem már a hallgatók, akik hallgatják a műsorénket, azok megszokhatták, hogy én állandóan le vagyok robbanva. Most megfáztam csak gyakorlatilag. Igen, most, hogy mondott, tényleg az első adást is úgy konferáltam be, hogy az Ádám az beteg, úgyhogy ne csodálkozzatok a hangján. Viszont talán azt is érdemes elmondani, mivel olyan ritkán jelentkezünk, hogy ez egy olyan podcast, ami ilyen kedvtelés jellegű, tehát hárman, én, a Magdi és az Ádám elmegyünk szépen a moziba, amit talán amúgy is megtennénk, és megbeszéljük a filmet, amire amúgy is sort kerítenénk, és ha már ezt tesszük, akkor rögzítjük is, de fontos hozzátenni, hogy egyikünk sem filmesztéta, illetve nem a mozi területén mozgunk. Ádám, te szerintem el is mondtad, hogy te inkább a televíziós területen vagy szakember, de hogyan is mondjuk ezt pontosan, vagy mi neked a pontos meghatározásod, definíciód? Sok mindent csináltam már, de a tévés területen. Bár egyébként voltam egyszer egy filmben operatőr, Gerencsér Tominak a Holnap történt című bulvárfilmjében voltam én az operatőr, az egyik operatőr, szóval dolgoztam filmben már, amennyire azt mozis produkciónak lehet tekinteni, de hát én elsősorban televíziós szakújságíró vagyok, és emellett azért műsorgyártóként is tevékenykedem. De ahogy te is mondtad, ez egy ilyen nagyon jó időtöltés, ugye együtt dolgozunk, vagy hát legalábbis a hobbinkat együtt űzzük a skacokkal, úgyhogy így ez a White Sam podcast, ez egy ilyen kellemes kis kikapcsolódás és egy kimozdulás komfortzónánkból, vagy a komfortzónámból nekem minden esetre. Na hát igen, ez egy jó kis side project, amiből hát nem építünk rózsadombon villát, úgy szokták mondani, nem mintha a többi podcastből eddig olyan sok audit vettünk volna, de ebből aztán különösen nem tervezünk ilyen ambíciókra törni. Na de hát a mai adásunkban, ahogy olvashattátok a címet, Star Warsról fogunk beszélgetni, méghozzá a Skywalker szagának a lezárásáról. Nehéz ez az ügy, mert tegnap a moziban, amikor ültünk, akkor olyan gyorsan pörögtek az események, hogy én már azon gondolkodtam ott a székben, hogy úristen, hogy fogunk mi erről beszélni, amikor azt se tudom, hogy mi történik a filmvásznon. Többször odafordultam Ádámhoz, hogy most mi is történt, vagy hogy került oda az a fénykard, vagy mert azt hittem, hogy én lemaradtam, vagy így egy fontos momentumot elszalasztottam, de aztán Ádám is mondta, de, hogy nem. De és Ádám végig trollkodta az egész filmet, azt azért is szeretném, ha már szóba jött, hogy miről beszélgetünk ma, minden kedves hallgatónak elmondani, hogy én vagyok az ebben a hármasban, aki, és most elnézést, tényleg őszintén elnézést kérek minden Star Wars rajongótól, akit a világból ki lehet kergetni a Star Wars-szal. Ennek egyik része az, hogy habár az eredeti három filmet én is láttam gyerekként is, és azért kijelentetem, hogy szeretem őket, és néha-néha szívesen újra nézem, de az előzmény trilógiától, és mondjuk ezért nem kell bocsánatot kérnem a rajongóktól, engem abszolút kivert a víz, nem is nagyon, és össze-vissza láttam, illetve ez az utolsó három rész is olyan volt, amit láttam
talán, a másodikat egyáltalán nem, és most a harmadikat néztük meg moziban, úgyhogy én képviselem a csak beszabadult, a semmiből beszabadult, az utcáról beszabadult nézőt ebben a film kibeszélőben most. Magdi, te viszont szerintem, ha tippelnem kéne, akkor oda-vissza minden egyes Star Wars-t ismersz és kívülről tudsz. Azért nem mondanám magam szakértőnek a Star Wars-ban, bár a Star Wars-ról is tartottam már előadást, de én igazából én is az eredeti trilógiának a... Hát, ha nem vagyok, nem is vagyok szakértője, de mondjuk inkább azzal foglalkoztam többet, úgyhogy az előzmény trilógiát is ismerem, meg csináltam már ilyen Star Wars maratont is, hogy végignéztem az összeset, márhogy akkor még a hatot, most már a kilenc lesz az összes. De én szeretem a Star Wars világát, és én azt gondolom, hogy mikor én még sci-fivel elkezdtem foglalkozni, akkor Star Wars volt, és nekem emiatt a Star Trek-kel is összeegyeztethető, már én alapvetően azért Star Trek rajongó vagyok, de én szeretem a Star Wars világát is. Teljesen más, egyébként nem is lehet nagyon összehasonlítani a kettőt, de ugye van valami ilyen embereknek a gondolataiban, hogy a Star Wars és a Star Trek rajongók azok nem bírják egymást. Szerintem Magyarországon egyébként ez nem így van. Előjáróban talán elárulhatom, hogy én nem nagyon kedveltem a tegnapi filmet, de ezt majd úgyis kifejtjük bővebben az adásban. Viszont említetted, hogy tartani szoktál Star Wars maratonokat, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott még tegnap este a film után, hogy amikor az utolsó rész kijön DVD-n, ez amit most láttunk, akkor egyszer egy hétvégén ledarálom az egész trilógiát majd, úgyhogy más, igen, nem lehet a Star Trek-kel egy lapon említeni, és hát ugye minket, hármunkat alapvetően ugye a Star Trek, vagy a Star Trek az, ami közös kapocs köztünk, és én úgy is vagyok vele, hogy nincs semmi bajom a Star Wars rajongókkal, de én magam, ha választani kell, hát vannak Star Wars rajongó barátaim, ahogy mondani szokták. Igen. Érdekes, hogy mondtad ezt az előzmény trilógiát, hogy nem kell bocsánatot kérnünk, ha esetleg beletaposunk ennek az egésznek a lelki világába. Én most azért egy kicsit megpróbáltam beleolvasni itt az aktuális filmünkkel kapcsolatos kritikákba, és azt találtam, amit nagyjából vártam, hogy felértékelődött ám az előzmény trilógia is. Számomra egyébként nem olyan Isten káromlás ezt az előzmény trilógiát sohasse idehozni. Ez azért van, mert én nem vagyok egy ilyen első generációs Star Wars rajongó életkoromból kifolyólag, tehát nem voltam ott a nagy robbanásnál, amikor megérkezett a Star Wars. Nem minthogyha a 90-es években, amikor láttuk VHS-en, akkor ne ütött volna nagyot, de természetesen ez nem ugyanaz, mint akik akkoriban átélték ezt az egészet, akár itt Magyarországon, akár bárhol, de nekem az előzmény trilógia ebből kifolyólag egy ilyen nagyon jó nosztalgikus élmény marad, mert én akkor voltam gyerek, és akkor valahogy ez a Jedi életérzés, meg ez az egész feeling, attól függetlenül, hogy ma már persze látom, hogy mennyire banális és mennyire hülye apróságok vannak benne, de nekem nem egy rossz emlék a maga az előzmény trilógia. Magdi, te hogy állsz ezzel a már-már tabu témával? Szerintem az előző adásokban is említettem, hogy nekem az apukám mozigépész volt, és én a moziban nőttem fel, és nekem ez a közeg, amiben otthon érzem magam, én hazajárok a moziba. És én láttam moziban a Star Wars-ot, nem akkor nyilván, amikor még a bemutatója volt, hanem később, de voltak ilyen, nem is tudom, ilyen diák előadások, vagy nem tudom még, amikor így régebbi filmeket elővettek, és akkor újra levetítették, szerintem olyanon láthattam. És nekem van mozi élményem a Star Wars-szal kapcsolatban, sőt, amikor volt a felújított Star Wars, azt is megnéztem, tehát amikor felújították a jeleneteket pluszba beletették, meg a hangot felújították, akkor is volt egy ilyen nagy bemutatója, akkor is elmentem megnézni. Szóval nekem a Star Wars az azért nosztalgikus, mert nekem az első sci-fi élményeim között van. És ez így kikerülhetetlen, hogy ehhez kezdtem el viszonyítani dolgokat, és hát ez tényleg, ez olyan, hogy így része annak a sci-fi világnak, amit én magamban felépítettem. Az más kérdés, hogy jó, hát ez egy kicsit romantikus történet, meg azért vannak neki
tehát amikor sokan mondják, hogy nem sci-fi, hanem ez inkább egy ilyen űropera, meg űreposz, meg nem tudom, miket szoktak ráragasztani, az is ennek tudható be, meg ugye állandóan kritizálják, hogy de a hangok, mert hogy az űrhajóknak miért van hangja az űrben, meg stb. Tehát vannak olyan technikai részei, ami úgy nem biztos, hogy megfelel a sci-finek, de egyébként meg kit érdekel, tehát a sztoria jó, és magával ragad, akkor nem, tehát engem nem nagyon érdekel, hogy most mit kritizálnak rajta. És ugye kik kritizálják egyébként a legtöbbet? A rajongók, mert én benne vagyok Star Wars-os Facebook csoportokban többe is, és hát annyit soha senki nem bántja ezt, úgyse ezt a film, nem is tudom mi ez, film, eposzt, mint amennyit a rajongók szokták kritizálni, de ez a Star Treknél is ugyanígy van. Egyébként pont a feeling, amit te is említettél, ami egyébként nekem a legjobban hiányzik az új filmekből, ami a régi három részre azért egyértelműen... Mindig elgondolkodok, amikor ezt így kimondom valahol ezt a mondatot, vagy valami hasonlót, hogy vajon nem csak azért-e, mert annak idején láttam ezt, gyerekként láttam ezt, és akkor egyrészt teljesen más jelentett a science fiction, teljesen más jelentett a Star Wars. Azért ugye a Star Wars-t ismertük jobban itthon, mint mondjuk a Star Trek-et, bár amikor én annyi idős voltam, amire vissza tudok emlékezni, most 35 éves vagyok, tehát nem olyan rég születtem azért ilyen értelemben, én sem tartozok az első, az eredeti nézőkhöz ilyen értelemben, bár, és ezt is egyébként én is szerintem elmeséltem már, hogy a Jedi visszatért, mikor bemutatták Magyarországon a 80-as években, akkor anyám hasában én ezt láttam idézőjelben, aztán amikor a digitálisan felújított változatot bemutatták, akkor a Jedi visszatérre ugyanúgy elmentem anyámmal, úgyhogy nekem is van egyébként egy meghatározó mozis élményem a Star Wars-szal kapcsolatban. Ennyi kis visszakanyarodás után szerintem lassan-lassan kanyarodjunk rá az aktuális film élményre. Valamikor ott a műsor elején azt mondtam, hogy összezavarodtam ott a mozivászonnál, de így 24 óra elteltével úgy leülepedett és összeállt bennem nagyjából, hogy mi történt. A részletekre nem tudnék visszaemlékezni, de úgy gondolom, hogy nem is annyira fontos, mert nem történtek annyira következetesen a dolgok, hogy érdemes legyen rá emlékezni, szerintem csak felidegesíteném magamat, hogyha elkezdenék rajta gondolkodni. Viszont azzal együtt, hogy szerintem ez a leggyengébb J.J. Abrams film, amit valaha láttam, olyan nagyon komoly problémám nincsen az üggyel, inkább az okozott most fejvakarást, hogy hogyan tárgyaljuk ki ezt a Star Wars dolgot, mert itt már ti is szóba hoztátok a rajongókat, és szerintem a Star Wars-os közbeszéd az kicsit olyan, mint amikor a fociról beszélnek a kocsmában, vagy a politika. Tehát olyan nagyon mélyen van, én Star Trek-kel foglalkozom napi szinten, és a Star Wars rajongás és a közbeszéd az százszor durvább, mint a Star Trek-es, pedig az sem piskóta. És igen, az a helyzet, hogy 10 millió Star Wars szakértő országa vagyunk, illetve 7 milliárd Star Wars szakértő bolygója vagyunk. George Lucas szinte most már az utolsó ember a Földön, akinek joga van megszólalni Star Wars kérdésben, mert már minden egyes ember jobban tudja, mint ő, hogy mi is az igazi Star Wars, mi az eszenciája, hogy kéne csinálni, miért rossz a mostani. Ugyanez igaz egyébként J.J. Abramsre, Rian Johnsonra, meg bárkire, aki hozzám mert nyúlni itt az utóbbi évtizedekben a franchise-hoz, tehát ezért egy kicsit nehéz a dolog, mert úgy érzem, hogy nem nagyon fogunk tudni okosat mondani ebben a kérdésben, és azért sem, mert a maga ennek az egésznek a története már annyira összetett ez a 40 év. Ugye kezdjük az elején, volt a 70-es években ez a páratlanul szerencsés együttállás, amihez kellett ugye a Lucasnak a kitartó munkája, kellettek ezek a díszletek, kellett ennek a korszellemnek a megragadása, kellett a John Williamsnek a zenéje, hát arról ma is mindenki úgy beszél, hogy ha nincs a John Williams, akkor lehet, hogy úgy beszélünk a Star Trekről, hogy... Star Trekket mondta Star Wars helyett. Igen? Akkor elnézést kérek a hallgatóktól, Star Warsra gondoltam, ne azt figyeljék a kedves hallgatók, amit mondok, hanem amit gondolok. De visszatérve ugye a témára, hát igen, volt a 80-as években az utolsó csillagharcos,
volt a 60-as években az űrodüsszia, meg ott a 70-es években volt valami Star Wars. Tehát lehet, hogy most így beszélnénk a John Williams zenéje nélkül erről a franchise-ról, de aztán történt egy ilyen filmtörténelmi valami. És csodák csodájára ez sikerült megismételni a Birodalom visszavággal, ahol volt egy hatalmas nagy katarzis is, amit én szintén a film, nagyon nagy szavakat fogok használni, elnézést, ez lehet, hogy ilyen kommentrobbanást fog itt okozni, de szerintem ez a film történetnek a katarzisa és a fordulópontja. Igen, tudom, hogy volt Majmok bolygója, tudom, hogy volt 12 dühös ember, meg voltak előtte is dolgok, de szerintem széles tömegek előtt ez, ami az Oidipus királyba megtörtént, az irodalom színterén, az itt történt meg a filmiparban, és szerintem ez az a katarzis, amit csak egyszer lehet megcsinálni, és aki megcsinálja, az mindent visz. És azóta sem sikerült szerintem ilyen erejű dolgot csinálni. Aztán itt van az általatok említett Jedi visszatér, ami már, hát evokok kövekkel hatástalanítanak rohamosztagosokat, innentől kezdve szerintem blockbusterek jöttek, akár előzmény trilógiáról, akár a mostani trilógiáról beszélünk. Az előzmény trilógiához még egy nagyon picit visszatérve, nekem tetszik benne, hogy a George Lucas hozzá mert nyúlni az alapkoncepcióhoz. Sokan azt kritizálják, hogy az eredeti trilógiában a Jedi mítosz, a legenda egy magasztosabb dologként volt elképzelve. Az előzmény trilógiában lerombolták ezt, és a Jedik ugye önhittek, nem veszik észre a Sith nagyurat. Nekem ez tetszett, ugyanúgy, ahogy az Enterprise-ba, a Star Treknél a vulkániakat merték olyan szerepbe tenni, ami nem szimpatikus. Hát aztán ott Brandon Braga is megkapta emiatt a magáét. Nekem az is tetszett, és ezért, hogyha elérkezünk a mostani trilógiához, tetszett a Rian Johnsonnak az elképzelése, még az utolsó Jediknél, mert valami teljesen mást kihozni a dologból, hozzá mert nyúlni, sokaknak nem tetszett, de egy jó irány volt. Viszont ami az előzmény trilógiához képest szerintem visszalépés itt, hogy ott sikerült egy jól beágyazott politikai rendszert, egy világot építeni a Lucasnak. Itt nagyon össze-vissza van minden, tehát nem értem, hogy van egy köztársaság, ami egy jelenleg regnáló rendszer, és lázadókat támogat, tehát nem hadsereget hoz létre, hanem valahogy fönn lett tartva mindig ez a lázadók első rend, vagy éppen aktuális gonoszoknak a szembenállása. Hát ez ilyen mondva csinált, illetve ilyen nagyon-nagyon ingatag lábakon áll ez az egész. De ez a mostani trilógia is szétszakadozottabb, mind a három részen érződik, hogy a szerzőknek különböző elképzelésük volt, és ezen az utolsón aztán meg az érződik nagyon, hogy ez egy kármentés. Tulajdonképpen mindent vissza, amit az előző részben mondtunk, és próbáljuk kapkodni a rajongókhoz, hogy jaj, az nem úgy volt, visszaszívta a Luke Skywalker is, amit tett, és ez tipikusan nagyon nagy közhelyet mondok, de ez a mindenki filmje akart lenni, de senki filmje lett nekem, ez az érzésem ezzel kapcsolatban, attól függetlenül, hogy jól szórakoztam, így összességében ez a nagy probléma. Mi ugye a Jedi visszatér után nagyon-nagyon vártuk a folytatását ennek a történetnek, mert ugye Lucas azt nyilatkozta le, hogy ő eredetileg is 9 részre se tervezte ezt az egészet, és ugye kijöttek könyvek akkor folytatásként, és azt tekintették a rajongók a folytatásának a történetnek, és mindaz addig kánon volt, ameddig ki nem jöttek ezek a filmek, de ugye olyan hosszú időt telt el közben, hogy az egy nagyon-nagyon széles, hogy is mondjam ezt, ilyen univerzum lett már a folytatás, a regénybeli folytatások, és akkor igazából szerintem, amivel kivágták a biztosítékot az először a rajongóknál, ez volt, hogy na akkor ezt itt most áthúztuk, ez nem kánon, és akkor innentől fogva folytassuk. És az egészben az durva, hogy még a rajzfilmek is ahhoz igazodtak, tehát, hogy igazából valahogy nem tudom, miért ilyen későn kezdtek hozzá. Tehát nem bántak is, tisztelettel a franchise-szal? Kicsit ezt hát, hallom ki a... Igen, ezt nem szerették. Én lehet, hogy én egyébként túl elfogadó vagyok, én végig is elfogadtam ezt a trilógiát is. Pláne én nekem ez a harmadik rész tetszett, tehát hogy amit az első két részben
nem értettem meg kicsit túlzónak találtam azt így most a harmadikban, úgy éreztem, hogy így jó, értem, akkor ezért csinálták, tehát hogy így akarták lezárni. Tehát úgy, mint hogyha azért ezt a hármat azért megtervezték volna, bár ugye nem tudjuk, hogy tervezték meg, mert ugye Carrie Fisher halálát azért nyilvánvalóan nem tervezték bele ebbe a sztoriba. Amúgy meg én úgy éreztem, hogy a három rész közül biztos, hogy a harmadik volt a legjobb, és hát lehet, hogy tényleg van egy ilyen rossz dolog, hogy azért vagyok elfogult ezzel a filmmel kapcsolatban, mert én felültem a nosztalgia vonatra, és én nosztalgiáztam rajta, mert kihozták a régi szereplőket, a régi helyszíneket, egy csomó olyan dolgot, ami engem meghatott, és hogy nem titok, hogy én ugye másodjára néztem meg veletek a filmet, mert én még megnéztem decemberben. És akkor ugye nem volt mellettem két kommentelő a filmnél, és én hagytam, hogy hasson rám a film elsőre. Szerencsére így aztán nem láttam, hogy jobb volt, nem? De így jobb volt, nem, hogy ilyen friss véleményeket első kézből hallhattál tőlünk. Abszolút. De én eredetileg egy másik Star Wars rajongó barátommal néztem meg, és mi végig bögtük, tehát, és ő fiú, tehát, hogy ezt csak így hozzáteszem. Tehát így mi 3D-ben néztük eredetileg, és mikor levettük egy 3D-s szemüveget, és mind a ketten törölgettük a szemünket, szóval, na, tehát engem meghatott ott a végén több minden. Egyébként maguk ezek a kameók működtek. Nekem is. Én nem sírtam el magam, de szerintem amennyire lehetett a régi szereplőket, nem csak ebben a filmben, de ebben az új trilógiában jól helyezték el. Ami nekem egy alapvető érzés ezzel kapcsolatban, amikor, nem tudom, emlékeztek-e, amikor a 7. rész előtt jött az első tréler, és a Chewie és a Han Solo azt mondták, hogy itthon vagyunk, vagy valami ilyesmit mondott a Han Solo, és az olyan libabőrös érzés volt. Ez, de nem tudom, Magdi, neked az ezt te fel tudod-e idézni, de szerintem akkor abban az összes rajongó úgy egyetértett, hogy na, az egy nagy pillanat. Nyilván azért mindenki várta, hogy hát én mondtam, hogy hát hány évet vártunk rá, hogy legyen egy folytatás, és szerintem nagyon későn kezdtek neki. De én igazából azt mondanám, hogy ez az eredet trilógia ráért volna, de ez nem. Mivel hogy a szereplők kihalnak, vagy megöregednek, vagy valami. Hát még épp időben sikerült még itt. Éppen, de hát ugye, elkapni. Mert Carrie Fishert is már éppen csak. De az a baj, hogy tenni. Számomra, hogy ezek a visszatérések, ezek a pillanatok csak pillanatokig működnek, tehát az a Star Wars érzés, ami ott a trailerbe visszajött, az ott gyorsan egy ilyen kisülés formájában nagyon fellángolt, és utána nagyon eltűnt. Ugyanez igaz magára a filmre, amikor a 7. részt néztem, amikor jött ugye a főcím, és eltűnt Luke Skywalker, és meg kell keresni, akkor nagyon Star Wars érzésem volt, és a második percben kb. Eltűnt. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon erős fellángolás, és egy nagyon, nagyon hamar eltűnő ilyen feeling volt bennem, és ebben a filmben is ez jellemző, hogy ilyen percekre vissza, vagy ilyen másodpercekre visszajött valami kis Star Wars élmény, de a többi az egy ilyen összelapátolt akciófilm, vagy nem tudom. Én úgy szoktam ezt megfogalmazni magamban, vagy mondtam már másnak is, hogy nekem akkor jó egy Star Wars film, hogyha kijövök a moziból, és még legalább egy órán keresztül Jedi akarok lenni. És úgy viselkedek. Tehát és én nekem... Jó, nem vágtad le a fejünket utána. De gondolkodtam rajta. Ne, csak akkor szit lennék. De komolyan... Ez a Jedi érzés egyébként átjön neked, mert kicsit újraértelmezték ebben a trilógiában a Jedi szerepet, és mertek azért, ha valami pozitívat akarok mondani, akkor mertek hozzányúlni ez a Jedi mítoszhoz, és szerintem ezt úgy nagyjából jól is csinálták, de nekem mégsem ugyanaz az érzés, amit én a előzmény trilógiánál gyerekként éreztem, amikor a fénykard párbajok kitörtek. De az előzmény trilógiának egyébként a varázsa az az, hogy az előzmény trilógiát, amikor még láttuk, vagy legalábbis én, amire emlékszem, hogy még láttam, ott volt egy csomó olyan dolog, amit nem magyaráztak meg, hanem a Star Warsnak az volt a varázsa, hogyha emlékeztek rá, a Csillagok háborúja az egy csata kellős közepén kezdődik. Fogalmat sincs ki, kilőbb, kire, miért, ki ez, és semmi nincs megmagyarázva benne, hanem neked kell úgy valahogy összerakni a sztorit.
Tehát ilyen immediate stress, ahogy mondják, belevágtunk a történet És ez lenne maga a Star Wars érzés? Mert a Mandaloriannál szerintem sokan ezt visszakapták a sorozatba. Igen, ez így van, így van. Egyébként a Mandaloriannak jobb a hangulata, mint ennek a folytatás trilógiának, és sokkal Star Wars-osabb érzést kelt benne, holott ugye Mandalorianban azért nagyon nincsenek. Tehát, szóval az egy olyan külső sztori, egy western sztori, amit beraktak a Star Wars-nak a világába, valahova ilyen határterületre, hogy lehetőleg semmilyen ismert szereplő ne keveredjen ebbe az egészbe, hanem csak egy ilyen kis leágazás. De ettől függetlenül annak mégiscsak egy olyan Star Wars-os feelingje van. Tehát igen, az nekem is, nekem jobban bejött a Mandalorian. Ettől függetlenül, hogy mondom, né, nekem mégiscsak tetszik ez. És ez a rész kifejezetten tetszett. Mert ezt azért néztem meg kétszer. Meg azért, mert rengeteg olyan dolog történik benne, amit így nem tudtam megjegyezni, és ilyen kavalkád, ebbe igazatok van. Tehát, hogy nagyon-nagyon ilyen pergős, nagyon sok mindent beleraktak ebbe az egy részbe, ami szinte a többiben nincs ennyi, a másik kettőben, mint ebbe az egybe. Nagyon sok minden történik, és nagyon sok minden utal vissza, de mondom, az eredet trilógiába pont ez volt, hogy nem tudtunk egy csomó mindent a hátteréről, és egy kicsit azért nem, tehát amit az eredet trilógiában annyira nem szeretek, az, hogy megpróbálták megmagyarázni utólag előre az eredet, vagy azt az első trilógiát. És ott jöttek be ezek, amiket úgy mindig így fölhoznak, így, hogy hiba, hogy a midichlorianok meg ilyeneket, tehát hogy azok ilyen kicsit erőltetett dolgok voltak, ami nem fért bele abba a mítoszba, amit egyébként a hiányos információval rendelkező eredet trilógia hozott. Tehát ez egy spirituális... Mert kiegészítetted, a te fantáziád egészíti ki a sztorit. Itt meg megmagyaráztak egy csomó mindent, és ilyen illúzióromboló volt ez az, egy illúzióromboló. Na most ez is egy kicsit az a kategória, kicsit illúzióromboló szerintem. Talán ez az egy hibája, amit én látok. Ettől függetlenül viszont a nosztalgikus része meg annyira magával ragad, hogy elfelejtem ezt a részét, és így engem megvett, én azt mondom. Tudom, hogy a Star Wars rajongóknak a nagy százaléka fel fog hördülni rajta, mert látom a csoportokban, hogy hányan így, fú, hát ugye jöttek ilyen bejegyzések, hogy ha szereted az új trilógiát, akkor nem vagy igazi Star Wars rajongó. Ezek annyira butaságok, tehát azért, mert Star Wars rajongó vagy, attól még szeretheted ezt a részt, meg szeretheted azt, és szerintem nem azon múlik, hogy valaki Star Wars rajongó, hogy most ezeket a részeket szereti-e, vagy sem. De jött ugye rá a válasz, hogy és ha nem szereted ezt az új trilógiát, akkor sem vagy Star Wars rajongó. Valójában akkor nincsenek Star Wars rajongók, mert valaki vagy szereti, vagy nem. Ez a foci meg a politika kérdése, amit az elején mondtam. Tehát akkora tömegeket, nyilván ez a franchise olyan szinten túllóg már a saját rajongó táborán, hogy nem Star Wars rajongók mennek be a plázába, a ruhaboltba, és veszik meg a Star Wars pólót. Innentől kezdve, tehát lelátó szintű diskurzusok lesznek erről elkerülhetetlen szerintem. Természetesen nem a rajongókat bántom, tehát még mielőtt valaki kommentelne, hogy én ledegradálnám a rajongóknak az értelmi szintjét, nem erről van szó. Egyszerűen akkora tömegek szólalnak meg a Star Wars-ban, hogy itt is megjelenik a nagyon nagy hangos kisebbség, ami mindenütt ott van, sajnos, hát azt mondom, hogy sajnos, de lehet, hogy szerencsére, mert ugye véleményszabadság van. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Ádám, essünk túl akkor a te sokkodon, ami tegnap ért téged, és talán próbáljuk meg onnan megközelíteni, hogy el tudsz-e képzelni olyan forgatókönyvet itt lezárásnak, ami egy ilyen 40 éves franchise-t, vagy egy 40 éve tartó történetet jól zár le? Nem, mert hogy gyakorlatilag nem csak ez zárja le, és én nem tekintek rá amúgy. Jó, értem, hogy lezárt ez most egy korszakot, így a Skywalkerek korát, de hogy én nem tudok így rátekinteni, mivel nincs más ismeretem.
erről az univerzumról, mint mondjuk az első, vagy a középső három film, meg még mondjuk plusz 2,5. Értitek? Szóval, hogy így nem ez olyan, mintha azt mondanád, hogy a Star Treknek, ugye ezt a kérdést föltennéd, és a Star Treknek, ott meg jól ismerem az univerzumot, és ott egyértelműen azt tudom mondani, hogy nem. Tehát szerintem igazából minden esetben nem a válasz. Viszont pár dolog megfogalmazódott bennem. Azt elmondom a hallgatóknak, és ezt ugye ti tudjátok, hogy én azért úgy nem nagyon rajongtam ezért. Tegnap, ahogy Csaba is említette, neki is így 24 órával később egy kicsit leülepedett ez a dolog, és ugye ezt az egészet tudni kell, hogy ugye míg, ahogy Magdi elmondta, ő másodszor látta, mi Csabával először láttuk, és ugye most már január vége van, ugye decemberben mutatták ezt a filmet, tehát ugye elkerülhetetlenül azért bele-bele futottunk nyilván ilyen dolgokba, ha úgy tetszik, spoilerekbe, bár én nem tekintettem annak az interneten. Ettől függetlenül így nem nagyon volt nekem prekoncepcióm, attól egy kicsit tartottam, hogy az előző filmet ugye nem láttam, és így nem nagyon fogom érteni a dolgokat, és így viccelődtünk is a vetítés előtt Csabával, hogy mondtam Csabának, hogy ugye ilyen previously lehetne előtte. Aztán persze elkezdődött a film, és hát ugye ott vannak az olyan híres felirat, amit ugye most már sajnos nem olvasnak fel, mindenképpen nekem kell magamnak olvasnom, de hogy az gyakorlatilag egy previously, egy előző részek tartalmából, az összefoglalja számunkra, hogy miről van szó. Egyébként az tök vicces volt, valahogy én azon jól szórakoztam. Viszont ha már így az elejénél tartok, ugye hát a zene, hát beszéltünk, mert gyakorlatilag mindenről beszéltünk, amit én most említeni fogok, tehát ugye John Williams zenéje, és ugye a Star Wars logó annak a berobbanása, hát az annyira a popkultúra része az egész úgy, ahogy van, szerintem nem sokan vannak, akik nem lesznek libabőrösök tőle. Nagyon tetszett, hogy pörgős volt az eleje, és azonnal belecsöppentünk, ez nagyon izgalmas volt, én borzasztóan utálom, amikor, tehát a filmek első 20 percét én mindig nagyon utálom általában, mert ugye addig kell, hogy képbe helyezzenek minket az írók, felzárkóztassanak, hogy mi történt, de aztán ez a pörgés olyan gyorsan ugrattunk egy idő után a jelenetek között, hogy alig tudtam követni. Nagyon nagy élmény volt a cameók, ahogy azt is ti már mondtátok, Luke megjelenése, Lando, Han, az X-árnyú, halálcsillag gyakorlatilag. Ez, nekem például a halálcsillag említése, megjelenése ott gyakorlatilag azt tetszett a legjobban. És hát Gesztesi Károly, mint Lando, Billy Dee. Hát amikor meghallottam, még ugye maszkban volt, fölismertem a hangját, és úgy eszembe is jutott, és hát ezt meg kell, hogy mondjam, ezt egy kicsit megkönnyeztem ezt a dolgot. Ugye, hogy őt hallhattuk gyakorlatilag az utolsó ilyen nagyobb szerepében biztos. Nem tudtam nem észrevenni a Pixar lámpájához, és egyben Mickey Egérhez valamire hasonlító ilyen kis droidot, az nekem úgy be is jött, meg a stílusa be is jött. Viszont ami nem jött be, az a dramaturgia. A dramaturgia borzalmas volt, és valahol, most nem tudom, valamelyikőtök talán mondta nekem itt a napokban, hogy azt az első eredeti trilógiánál is többen szóvá tették, hogy így ember nem beszél, ahogy ilyen mondatokat elmondanak benne. Én ezt nem tudom megítélni az előzmény trilógia szempontjából, de ennek a filmnek a szempontjából biztosan így emberek nem beszélnek, a dramaturgia az borzalmas volt, a sztori nem volt számomra rossz, az tök jó volt, de ahogy a karakterek beszélgettek egymás között, az számomra teljes káosz volt, és borzalmas, nem volt jó. Szóba hozta Csaba az adás elején még az ilyen nagy filmeket, mint például a Majmok bolygója, és egyébként ezt így, úgy én végig trollkodtam gyakorlatilag az egész filmet, és amikor a főszereplő hölgy ugye megérkezik, akkor mi nem tudjuk, hogy hát nyilván gondolom sejtjük, én nem tudtam, mert én annyira nem voltam képben, hogy Palpatinehoz megérkezik, akkor abba az arénaszerűségbe, akkor ott ilyen tüskés dolgokat látni, és így mondtam is a Csabának, hogy azon kiderül, hogy ez a Majmok bolygója, mert hogy az a szabadságszobor. Milyen nagyon-nagyon jó ötlet is lett volna, ha nem réges-régen egy messzi-messzi galaxisban játszódik, hanem mondjuk soká-soká egy messzi-messzi galaxisban, onnanhoz képest, ahol játszódik. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a filmekre úgy így hármasával, de főleg az utolsó, a Jedi visszatérés, az azutáni, most az új filmek tekintetében
mindig megfogalmazódik bennem, hogy ez egy ilyen milyen szar dolog, hogy amikor a Jedi visszatérnek vége volt, és szólt a biab-biab, akkor azt hittük, hogy minden rendben lesz, ott fénylettek a Jedi mesterek, boldog volt mindenki, vége volt a háborúnak, aztán ugye jöttek az új film, jött a Disney, és így abszolút kiderült, hogy minden ugyanolyan szar, ha még nem szarabb. Bár ezt nem tudom, lehet, hogy azért annyira nem szar, ezt a rajongók tudják, akik jobban értenek ehhez az univerzumhoz. De szóval számomra ez egyébként egy ilyen mély pont. Viszont nem volt rossz egészében, és így most már 24 órával később átgondolva. A legrosszabb a 2,5 órányi runtime volt, ezt egyszerűen nem akarok ilyen hosszú filmeket moziban nézni. Viszont ami nagyon-nagyon pozitívum volt, hogy vagy számomra legalábbis, hogy a Star Wars különösebb ismerete, sőt az előző rész nélkül is teljesen ilyen szempontból érthető volt, amit úgy útközben nem értettem, azt úgy utána összeállt a kép, úgyhogy és a magam módján viszonylag élvezni is tudtam ezt a filmet, úgyhogy azért nem volt rossz, de ez sokat hozzáadott, hogy amúgy így dumáltunk is közben. Szóval tényleg azt gondolom, hogy ezt úgy 2,5 órányi Star Wars-t moziban... Kipeckelt szemekkel. Igen, ahhoz azért a rajongásnak, vagy az érdeklődésnek legalábbis mindenképpen nagyobb foka kell, mint ami bennem volt. Bár azt hozzáteszem, hogy mi ugye 2D-ben és egy olyan teremben, ahol viszonylag kicsi volt a vászon, láttuk. Ez azért mondjuk IMAX-ben, vagy 4DX-ben biztosan, és 3D-ben azért biztosan, hogy szórakoztatóbb élmény volt, de mi egy ilyen szociál podcastet működtetünk, és csak 2D-s filmekre járunk valahogy, pedig én mindig szorgalmazom, hogy menjünk 4DX-re, ami most itt akkor a nyilvánosság előtt, hát Csaba, menjünk most már egy 4DX filmre, és beszélgessünk egy jó kis filmről, úgyhogy lehetőleg ilyen űrös filmről, úgyhogy nem csak láttuk, hanem át is éltük az élményt. Kedves hallgatók, szavazzátok meg, 4DX filmre menjünk, vagy maradjunk a szociál tempónál, és a jó öreg 2D-s hagyományos filmeket tekintsük meg. Én ahhoz szeretnék hozzászólni, amit Ádám mondott a párbeszédekhez, hogy egyébként ez a Star Wars-ra jellemző, ez a kicsit patetikus párbeszédek, amiket folytatnak. Egyébként én azt gondolom, hogy a Star Wars alap, tehát az alaptrilógia is a mitoszokra épült, és azért van ez a patetikussága az egésznek, mert tulajdonképpen mitológiai figurák vannak benne, nem beszélve a meseelemekről, a szegény fiú, akiről kiderül, hogy királyi sarj, most idézőjelben mondok minden, de hogy értitek, szóval minden egy kicsit ilyen mítoszos benne, meg a színei, a szimbólumai, azok is mind ilyen mitológiai, de ezt mondjuk ezt bevallottan, ezt mondta George Lucas, hogy azokra épített. És a párbeszédekről meg annyit, hogy ugye ez egy feljegyzett sztori, hogy amikor a Csillagok háborúját forgatták, akkor meggyűlt a bajuk a szövegekkel, mert hogy pont azért, mert nagyon nehéz szövegeket adott, tehát nem természetes szövegeket adott a szájukba a Lucas, és egyszer a Harrison Ford a rájellemző ilyen lazasággal kifakadt, hogy lehet, hogy ezt a szart le tudtad írni, George, de elmondani nem tudnád, mondta is. És hát, hogy már akkor is voltak ezekkel problémáik, és egyébként a Birodalom Visszavágnak azért kicsit jobbak a szövegei, meg lazább egy kicsit a stílusa, mert ott nem George Lucas rendeztem, Irving Kershner, és ő egy kicsit hagyta a színészeket, hogy úgy, majd hát akkor mondd úgy, hogyha neked az úgy kényelmesebb, és rájuk hagyta, és hát ugye ebből is lett az egyik nagy híres mondat a Harrison Fordnak, amikor a Leia mondja, hogy szeretlek, ő meg azt mondja, rájuk tudom, mert hogy annyiszor fölvették már, hogy a végén már ilyen lazán rávágta, hogy tudom. És akkor az maradt benne, és ebből lett egy ilyen, az nem volt eredetileg benne a forgatókönyvben. Egyébként, ha már szóba hoztad ezt a, hát összeszedett, a jó dolgokat mindenhonnan összeszedett történetet, ami azért a Star Wars, mint maga, Lucas által, azért én ebben a filmben is úgy éreztem, hogy Abrams összeszedte a nagy filmek jeleneteit, vagy valahogy, nem, nyilván nem szó szerint kell ezt érteni, de én láttam Star Trek-et, Majmok bolygóját, és biztos még egy csomó mindent, amire most már nem tudok visszaemlékezni. Számomra
azt, hogy Star Wars nézek, mondjuk a fénykardon kívül, meg mondjuk az erőn kívül, az univerzumban ismert szereplőkön kívül, az adta, vagy csak az adta, hogy néha-néha voltak a Star Wars-ban amúgy megszokott ezek a macskanyávogás, mikor leesik a háttérbe a világcserép, hasonlók vannak a Star Wars-ban régóta, az eredeti trilógiában is voltak ilyen kikacsintások, vagy ilyen kis vicces dolgok. Én olyankor éreztem csak, hogy Star Wars nézek. Nem segített benne a klasszikus snitváltás sem, az a... Nem tudom, ez egy kicsit nekem hiányzott, bár egyébként, és nem is tudtam egy ideig mire vélni, mire, ha bármennyire cikit, nem ciki, nekem nem jutott eszembe, hogy J.J. Abrams rendezte ezt a filmet, és amikor a Csaba kb. A film közepénél, vagy talán 3/4-nél ezt mondta, akkor azért így összeállt a kép. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez ilyen tök old school lesz mondani, hogy hát régen minden jobb volt, de hát valljuk be, vagy hát nekem mindenképp szerintem el kell mondanom, hogy régen minden jobb volt. Az eredeti trilógia az szerintem az igazán a Star Wars számomra, és ez lehetett számomra egy jó, hát nem is science fiction, egy ilyen fantasy kalandfilm, adta magához a Star Wars élményhez számomra annyit, amennyit amúgy talán elvárható lett volna tőle. A kritikusok ezt a filmet nem kimélik, nagyon-nagyon lehúzták. A közönség úgy, ahogy elfogadta, én azt mondom, hogy a kritikusok azok sokkal jobban legyalázták. Utolsó kérdésként azt vetném föl, hogy szerintetek mi a Star Wars jövője? Jót tette, hogy most akkor ezt a Skywalker dolgot ilyen látványosan lezártuk, és hozhat-e valami friss Star Wars élményt, egy új trilógia, vagy ezek az új sorozatok, amik jönnek? Rossz hír a hardcore rajongóknak szerintem ez, mert ez egyben azt is jelenti, hogy ugye ezen azért így, hát ha nem is szó szerint, de ugye túllépnek, jön egy új korszak, és ez sokkal nagyobb szabadságot enged a stúdiónak, az alkotóknak, és hát ki tudja, hogy ezért mit kapnak cserébe. A hardcore rajongók, akiknek nagyon fontos a közeli kötődés az eredeti trilógiához, vagy a Skywalker történethez, akkor hívjuk így. Ki tudja, hogy most mi kezdődik. Nyilván ugye egy spin-off esetében mindig tudjuk, hogy mire számítsunk nagyjából, most azért szerintem nagyobb a bizonytalanság. Tudom, hogy ez szentségtörés, de én a Star Trek irányából közelítek. A Star Trek rajongók azok ilyen szempontból jobban edzettek, mert hogy mindig megújult a Star Trek azzal, hogy egy másik űrhajón játszódik, vagy csillaghajón, másik, egy űrállomáson kezdtek el valamit csinálni, másik időben kezdtek el valamit csinálni, és nem egy főszálhoz kötődött mindig a történet, és ezt úgy valahogy megszokták, hogy jó, hát akkor most belecsöppenünk egy másik világba, vagy ugyanabban az univerzumban, másik időben, másik térben, és megszokjuk azokat a szereplőket. Most a Star Wars-osoknak kell ezt valahogy elfogadni, de én egyébként azt gondolom, hogy én szerintem lesz egy olyan réteg, aki ezt meg fogja szeretni, mert a Mandalorian-t például azért jobb, én úgy vettem észre, hogy ezt úgy általánosságban sokan szeretik, tehát hogy azt sokkal jobban szerették a Mandalorian-t általánosan, mint amennyire ezt a folytatás trilógiát szerették. Tehát az azt jelenti, hogy el tudják fogadni, hogyha egy másik szereplőkkel akár egy sorozat kezdődik. Tehát én azt gondolom, hogy nem lesz az akkora nagy baj a Star Wars-nak, hogy egy kicsit kitágítjuk az univerzumnak a széleit. Magdi, te ezt a Mandalorian-t végignézted egyébként? Én az első 2 epizódot láttam, és nagyon tetszett, amit láttam, de harmadszorra már nem akartam megnézni, attól tartottam, hogy megint egy ugyanolyan valamit fogok látni. Nekem nagyon tetszett. Hallottam olyan véleményt íróismerőstől, hogy túl egyszerűk a karakterek, meg túl egyszerű a történet, hát, hogy nincs igazán túl bonyolítva az egész sztori, és igazából olyan, mint egy küldetés egy játékban. A Cartoon Networkön volt a Samurai Jack című rajzfilm, engem kicsit arra emlékeztet, tehát ilyen nagy, tényleg ez jó, ez a videójáték példa egyébként, ez tetszik nekem is, nincs benne olyan semmi,
én azt vettem észre, ami úgy érdekelhetni a karakterrel kapcsolatban. Nem akarom megítélni, mert lehet, hogy aztán a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik részbe történik valami, amitől megváltozna a véleményem, de kicsit így féltem tovább nézni. Én végignéztem az egész sorozatot. Nekem tetszett, a lezárásával együtt is tetszett. Tehát ugyanaz az érzésem van vele, mint az, hogy amit beszéltünk, hogy az eredet trilógiának voltak hibái, de olyan feelingje volt, ami magával vitt. Nekem a Mandalorian is ilyen, hogy van egy feelingje, és az tetszik, és én vártam mindig az új részeket, és mindig megnéztem frissen az új részt. Nekem bejött az a fajta világ, és hogyha egy ilyen Mandalorian-szerű sorozatot tudnának még csinálni, akkor biztos, hogy nézném. Hát ez nekem tetszik. És ugye ez az első próbálkozás igazából, jó arra színeken kívül, az, hogy egy sorozatot csinálni a Star Wars-ból, mert ugye alapvetően azért ezek mozifilmek, és én nagyobb szabásúak, mert azért egy sorozat soha nem lesz olyan nagy szabású, mint egy mozifilm. Nekem ez tetszett. Én biztos, hogy nézném, ha csinálnának még ilyeneket. Viszont visszakérdeznék tőletek valamit. Nem sokkal vagyunk most a felvételkor az új Picard sorozat, a Star Trek Picard premiere előtt, ugye, amiben Patrick Stewart ismét Jean-Luc Picard karakterébe bújik. Most még ebben a pillanatban nem tudjuk, hogy ez az adás mikor jelenik meg. Valószínűleg, hogy már a premier után, már mint a Picard premier után, viszont így a sorozatot még nem látva. Mit gondoltok? Mert hogy azért én látok összefüggést, gyakorlatilag azért ugyanarról beszélünk, ugye ez lesz az első olyan Star Trek sorozat, ami úgy játszódik később, hogy korábbi szereplőkre vagy szereplőre épít egy teljesen új sztorit, új karakterek bevonásával. Gyakorlatilag ez történt mondjuk a Jedi visszatérése most az új trilógia között is, nem? De nagyjából azért igen. Van összefüggés egyébként, nekem ez a félelmem a Picard sorozattal. Nagyon drukkolok neki, hogy jó legyen nyilván, mert szerettem Picardnak a karakterét, ki nem szereti egyébként, aki látta, szerintem mindenki szereti. És ezért van egy ilyen jó leső izgalom is, meg van egy ittó félelem, hogy ne rombolják le azt, amit eddig felépítettek, és ami nekem ott van. És itt is van nekik egy csapdájuk, mert ugye a Next Generation-t is azért szerintem minden, tehát azért, hogy mondjam, az is egy ilyen nosztalgia visszagondolni, hiszen nagyon régen kezdődött meg. Tehát, hogyha visszagondolok, akkor nosztalgikusan gondolok vissza rá. És egy nosztalgiával kell nekik felvenni a versenyt. Szóval ez nehéz, és ugyanez a baja ennek is, ennek a trilógiának is, hogy a nosztalgiával kellett felvenni a versenyt, és hát talán azt lehet, hogy elbukta, bár én nálam nem, de úgy alapvetően a rajongóknál. Nehéz kérdés, mert ha valakinek, akkor én Patrick Stewartnak hiszek. Ez mindig egy marketing bullshit szokott lenni, hogy hát olyan forgatókönyvet hoztak, hogy nem tudtam ellenállni. Ez igen. És évekig ellenállt a Patrick Stewart, és egyszer csak megjött az Alex Kurtzman, és meg a Michael Chabon, és akkor jött egy olyan forgatókönyv, hogy na ez az. Tehát ez akkora marketing bullshit szokott általában lenni, de én ennek ellenére bizakodó vagyok, ahol nálam elbukhat a Picard sorozat, az ezeknek a kameóknak és a nosztalgia érzésnek a túlzásba vitele. Nagyon imádom a Jonathan Frakes-t, a Marina Sirtis-t, minden régi szereplőt, de szegények már nem tudják eljátszani azt, amit a TNG-be játszottak. Nem néznek ki olyan jól, de tényleg minden imádatommal együtt mondom ezt, és nagyon, Brent Spinerről már nem is beszélve, borzasztóan néz ki Dataként. Szegény, mint a felfújt Luffy. Nagyon-nagyon remélem, hogy az ő jeleneteiket leredukálják. Tényleg elnézést kérek minden TNG rajongótól, imádom, szeretem őket, de meg kéne ezt oldani valahogy úgy, hogy ne nagyon fájjon a képernyőn a jelenlétük, és ne azt gondoljuk, hogy öreg fiúk, nyugdíjas csapat, járókerettel tetszelegnek itt a képernyőn. Ebbe kell jó egyensúlyt találni. Discovery-be sokszor éreztem azt, hogy túl sok a fanservice, túl sokszor mondták azt, hogy látjátok, trekkerek, ezt is betettük, ezt is megmutatjuk, ez is ott van a háttérben, erre is utalunk. Sokkal nagyobb
külön út kéne, egy megváltozott koncepció. Erre is van esély, azt mondta Patrick Stewart, hogy ő csak úgy vállalja, hogyha gyökeresen más lesz. Én ebbe bízok. A Star Wars és a Star Trek az én életemben nagyon jól kiegészíti egymást. A Star Wars az egy spirituálisabb, meg nem magyarázott dolgokról szóló dolog, ahogy Magdi is itt megfogalmazta. A Star Trek az inkább ilyen szellemi szinten kielégítő. Ott azért mindent igyekeznek nekünk megmagyarázni. Ritkán jut tér csak az ismeretlennek és a meg nem magyarázott spiritualitásnak. Tehát ez két olyan szegmense szerintem az embernek, ami komplementer. És remélem, hogy jó lesz a Picard is, és a következő. Lehet, hogy diádok ők is. A TNG rajongók szerintem most egy pár démont megidéztek rá, Csabi. De hát pedig próbáltam finoman. Tehát... De jogos, én is így gondolom. Tehát, hogy meg kell adni az egyensúlyt. Ha az működik, ez meg úgyis kiderül. Tehát, hogy ez ugyanúgy kérdés, hogy de amúgy szerintem amúgy elég szubjektív is, mert hogy kinek mi. Neked például, ahogy említetted, nem tetszettek a Discovery-ben a kikacsintások, vagy ezek a fel gyakorlatilag belerágják a szánkba, hogy ezt is beleraktuk. Amíg mondjuk nekem tetszett, de nekem amúgy is tetszett olyan értelemben, hogy én amúgy is a Star Trek világában éreztem magam. Attól függetlenül, hogy ismeretlen karakterekkel, meg ismeretlen szituációkkal találkoztunk egy korábbi idősíkon. Ugyanez a Star Wars-szal is a baj, meg a Star Trek-kel is, hogy mindenkinek tetszeni akar, de nem lehet sajnos, tehát el kell dönteni, hogy most akkor új irányt veszünk, vagy folyamatos fanservice van. Na mindegy, zárjuk le gyerekek ezt a dolgot. Egy hónap múlva találkozunk, plusz-minusz pár hét, majd meglátjuk, hogy mit nézünk meg. Addig is az erő legyen veletek. Hosszú eredményes életet. Baby Yoda, baby Yoda. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.